Sziasztok! Üdvözöllek újra a műsorban. Újabb nap, újabb interjú. Most Zimre Áronnal láthatok egy beszélgetést, aki egyetemi tanár és szinkrontolmács. Kíváncsi voltam, hogy az ő élete miben változott. Kezdjük is el! Szép jó reggelt kívánok, Áron! Köszönöm szépen, hogy itt vagy a műsorban. Szép jó reggelt kívánok én is, Attila, én is köszönöm a lehetőséget. Tehát én szinkrontolmácsként, nyelvtolmácsként dolgozol. A te életedre, a konferenciákra is nagyon nagy hatással volt most sajnos a járvány. Hogy nézett az elmúlt pár heted? Mennyire borult föl a normális ritmusod? Annyiban borult föl az egész, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban, ugye heti szinten valahol voltam, más helyen voltam, tehát másféle konferencián voltam, rendezvényen voltam, találkozókon tolmácsoltam, hogy politikusok összejövetelén, és ez úgy szinte egyik napról a másikra felborult. Egyszerűen főleg az ugye annak fényében, hogy a koronaválság meg a fertőzés veszélye miatt most nincs igazán lehetőség ugye a személyes találkozásra, ezért most teljes mértékben ugye át kell állni a telefon, videó, Skype tolmácsolásra, ami azért nem egy annyira zöggenőmentesen. Múlt héten volt egy ilyen tolmácsolásom, ahol az ügyfelem a 23. kerületben ült Bécsben, akkor volt egy magyar alkalmazottjuk, ő meg Sopronban ült, én meg itt ültem ugye a második kerületben. De azt mondjuk egész jól összehoztuk. Hogy most ezek a klasszikus konferenciák, kongresszusok, összejövetelek, amelyek eddig voltak, ugye most ezek egy jó darabig nem lesznek sajnos. Mire emlékszem, mi volt az utolsó olyan munka, amit a megrendezvény volt, és te hogy kaptad meg a hírt? Hogyan értesültél arról, hogy akkor most ezek egy ideig szünetelni fognak? Ez úgy történt, hogy március eleje közepétől kezdve jöttek ezek a hírek, hogy na most például lett volna egy konferencia mondjuk március végén, vagy több is, és akkor ezeket egymás után lemondták, tehát a szervezők. Mert akkor is nagyon sajnálják, de a koronavírus miatt nincsen módjuk arra, hogy betartsák a biztonsági előírásokat, meg ugye a távolságtartás az előírásait, és most ezért sajnos nehéz szívvel, ők is nagyon sajnálják, de kell mondaniuk. Egymás után szinte napi szinten érkeztek most ezek a hírek, hogy lemondják, van, amit elhalasztanak esetleg őszre, van, amit elhalasztanak a jövő évre, de volt olyan is, amiről nem tudják, hogy egyáltalán megrendezésre kerül-e, vagy sem. És ha nézzük a munkáidat, korona előtti időszakban milyen munkákkal kerestek meg, és jelenleg, milyen, ahogy mondtam, milyen spontán munkák vannak, hogy ezek között van nagyon nagy különbség, nagy differencia, vagy hogy hasonló munkák találnak meg? Én azt mondanám, hogy is. Vírus előtt inkább olyan konferenciák voltak, amiket úgy már sokszor hónapokkal előre rendeztek, vagy szerveztek meg. Sőt, volt, amit úgy már két évvel előre tudtam, hogy az minden két évben megrendezésre kerül Bécsben. Most azt kell mondani, hogy ezek inkább ilyen spontán munkák. A többiek azok olyan konferenciák voltak, ahol már ugye hónapokkal előre meg volt rendelve a helyszín, a szálloda, egy apátság például, ott is voltak mi a konferenciák. Dünnsteinben például voltam még március elején, tehát ez volt szinte az utolsó igazi tolmácsolásom, igazi szinkronbevetésem. Igazából én azt mondanám, hogy egyértelműen van különbség. Az eddigiekhez képest, ugye, amelyek ilyen igazi klasszikus szinkron tolmácsolások voltak, ugye a kabinban ülök, és akkor a fejemben van ez a fejhallgató, és akkor mondom a magamét, amit az előadó mond, tehát ugye ilyenek most sajnos jelenleg nincsenek, hanem ezek inkább ilyen beszélgetés tolmácsolások tulajdonképpen, amelyek inkább úgy spontán alapon jönnek be. Ez a nagy különbség. Ha például a gyámügynél ugye előfordul, hogy most egy ilyen családdal beszélni kell a szociális dolgozónak, akkor ezek inkább ilyen sürgősen adódó dolgok, és akkor van úgy, hogy egy-két nap előtte keresnek meg, hogy na most például holnap után ráírnék-e, és akkor megbeszéljük egy időpontot. Tehát ilyen dolgok vannak inkább, vagy egy munkatársal folytatott beszélgetés egy cégnél. Ezek azok a dolgok, amik most inkább jellemzően előfordulnak. Mondjuk a politikai helyzet miatt, mert tudom például, hogy a bécsi polgármester meg a budapesti polgármester is tartottak online konferencia beszélgetést. Egységes, vagy mit gondolsz, hogy lehet, hogy politikusok is fognak majd megkeresni, hogy erősítsék, mert most nem lehet személyesen találkozni, hogy erősítsék a kapcsolatok. Ez elképzelhető szerinted? Szerintem elképzelhető, tehát pont amit említettél, hogy a polgármester, tehát most még áprilisra lett volna egy időpontom, egy tolmácsolásom a bécsi és a budapesti polgármester között, csak ugye ez akkor még nem teljesen, tehát még egyáltalán nem a koronaválság fényében lett volna, hanem csak egy ilyen külön találkozás lett volna. Ugye akkor a Karácsony Gergely látogatott volna el Bécsbe, és akkor a Mihály Ludviggal találkozott volna. Ugye múltban is már volt több ilyen tolmácsolásom, ugye a Tarlós Istvánnal, ugye az egykori budapesti polgármesterrel és Mihály Hajpüllal. Ugye ezt mondták, de azt mondták, hogy majd elnapolják, csak hogy mikor kerül erre sor, ugye ezt senki nem tudta megmondani, de szerintem igenis elképzelhetőnek tartom. Többek között ugye hadseregnek is dolgozom, és ott is rendszeresen vannak ilyen találkozók, főleg így válsághelyzetekben, legutóbb például a menekült válságban. Én ezt elképzelhetőnek tartom, hogy amint majd a helyzet engedi, akkor, hogy ilyesmire újra sor kerül. És
Említettük a politikát, vagy említettük a gyámügyet, ami beugrik, hogy most a határhelyzet miatt, tegyük fel a rendőrség, el szokott kérni esetleg, hogy nagyon sok ember kerülhetett problémás vagy nehéz helyzetbe, ilyen munkáid voltak mostanában? Ugye a rendőrség egyszer megkeresett, de az éjszaka kellős közepén, tehát akkor azt mondta, azt mégsem. Ugye a rendőrség rendszeresen megkeres, igen, tehát hogyha van mondjuk éppen egy, ezek inkább ilyen spontán alapú dolgok, van egy letartóztatásuk, ugye valakit elkaptak, aki nem tudom, szeretett betörni egy pincékbe, ugye ez volt a betegség, ezt így mondták rendőrzsargonban, akkor felhívtak, hogy na tudnék-e jönni gyorsan, vagy volt egy ilyen kisebb-nagyobb késelés, tehát itt már mindenfélét megéltem az eddigi tevékenységem során. De a gyámügynél ugye a továbbra is vannak ezek a problémák. Elég sok magyar, illetve szlovák család él Bécsben, ahol azért mégis magyarul beszélnek, és inkább nehezebb szociális körülmények között, és ott rendszeresen voltak és vannak is ilyen találkozások, hogy most ugye jelenleg Skype-on. És szerinted, hogy most egyre több ilyen Skype vagy Zoom szinkron tolmácsolásod van, hogy ez így a jövőben működhet, vagy ez nagyon nehéz? Tehát a szinkron tolmácsnak is az agya ott a helyszínen látod a személyeket. Tegyük fel egy ilyen rendőrségi szituáció, meg egy gyámügyes szituáció. Hogy nézett ki korábban, hogy el tudjuk ezt képzelni? Egy ilyen rendőrségi vagy gyámügyi szituáció olyan volt, hogy felhívtak, hogy tudnék-e menni, megadták a címet, és ha ráértem, akkor elmentem. Akkor mondjuk a rendőrségnél ugye ott volt már az a személy, akit meg akartak hallgatni, tehát az most vagy gyanúsítottként hallgatták meg, vagy tanúként, de az is lehetett, mind a kettő előfordult. Akkor ott ugye úgy volt, hogy akkor volt egy rendőr, aki feltette a kérdéseket, az illető válaszolt, én a kérdéseket a rendőrnek letolmácsoltam, ő közben ugye ezt lepütyöttette a gépébe, a jegyzőkönyv számára, ezt utána még egyszer vissza kellett olvasni neki, mármint a meghallgatott személynek, hogy valóban minden benne van, amit elmondott, hogy szeretne még valamit hozzáfűzni. Ennek ez volt a normális menete mindig. A gyámügynél meg úgy volt, hogy behívták a családokat, hogyha kapott mondjuk a gyámügyi hivatal mondjuk valamilyen, valahonnan egy feljelentést, vagy valamilyen más tippet esetleg, hogy itt valami probléma lehet, mondjuk erőszak, alkohol, stb., tehát inkább ilyen dolgok, esetleg hajléktalanság is sokszor előfordul. Ott is sokszor hívtak engem, és akkor oda jött a család, és akkor ott volt egy ilyen beszélgetés egyszerűen, igen, hogy mondják el most az ő szemszögükből, hogy ez hogyan is volt, milyen is a helyzet. A nagy különbség most az igazi szinkron tolmácsolások, tehát ugye a konferencia tolmácsolásokhoz az, hogy ott mégis az ember egy szép, kellemes közegben van, tehát legtöbbször valamilyen szép szállodában, most legyen itt vagy Salzburgban, vagy valahol a hegyekben, tehát én már voltam Svájcban, Indiában, Olaszországban, Németországban, tehát elég sok helyen már. A másik meg az emberet igazán megismeri ugye a nehéz, tehát ugye az életnek kicsit a másik oldalát is. Tehát nem csak a szép gazdasági dolgokat, hanem inkább kicsit ugye azokat a nehézségeket is, amivel sok ember küzd. Egy online szinkron tolmácsolását, ezt ilyet még nem csináltam, de állítólag vannak szoftverek, amik már ezt is lehetővé teszik. Most két kollégámmal megpróbáltam úgy Zoom-on keresztül összehozni valamit, hogy esetleg ezt így ügyfeleknek felajánljuk. Tehát tulajdonképpen ezek inkább ilyen úgynevezett ilyen konzekutív vagy beszélgetés társalgási tolmácsolások, amiket így online csináltam eddig Skype-on. Ezek inkább úgy, ugye valaki föltesz egy kérdést úgy, mint te nekem most, csak azzal a különbséggel, hogy most a te kérdésedet akkor most valakinek letolmácsolnám magyarra vagy angolra. Tehát ez így most jelenleg ez így működik. Tehát amióta most a válság kitört, és amióta úgymond karanténban vagyunk, ez a klasszikus szinkron tolmácsolás, tehát ilyen bevetésem sajnos most eddig nem volt. Telefontolmácsolás ilyen van, ezt már viszont a válság előtt is csináltam már rendszeresen. Teljesen független attól. Hogy látod, ez így működhet a jövőben, ahogy említettek a szoftverek is, tehát be lehet integrálni a munkafolyamatodban, vagy tényleg kell a személyes kontaktus? Ez a nagy kérdés, hogy erre valóban sor kerül-e. Egyrészt szerintem szükség lesz nemzetközi kapcsolatok tovább fenntartására, újra élesztésére, újra aktiválásra. Ehhez szerintem nélkülözhetetlen a szinkron tolmácsolás. Ugye gondoljunk csak például most, hogy az Európai Bizottságra, az Európai Parlamentre, ugye, amely szinten most úgy Zoom-on keresztül, vagy távtolmácsoláson keresztül működik, ugye ott is ugye nagyon-nagyon sok tolmács van az egész nagy apparátusban, és tudomásom szerint most, tehát ők sem ott a helyszínen vannak, hanem valahonnan hozzákapcsolják őket. Tehát szerintem előbb-utóbb azért lehet, hogy erre át kell majd állnunk, igen, amíg aztán nem lesz megint lehetőség ugye arra, hogy ismét élőben találkozzunk. Hogy látod, szerinted ez működhet? Szeretnéd használni? Fogod használni ezt, hogy Zoom online
keresztül, mert tegyük fel, időt nyertek, nem kell utazni, akár tényleg távolságokat át lehet hidalni, vagy ez azért nagyon megnehezíti a munkádat, és hosszabb távon ez nem működhet? Szerintem, hát mondjuk, hogy én hajlandó lennék-e, persze, ugye, hogyha most nincsen más választás, vagy nincsen más alternatíva, akkor persze, hogy megpróbálok ehhez én is ugye alkalmazkodni és igazodni. Amennyire lehet, megpróbálom ezeket az új technikákat szintén alkalmazni, tehát ugye a Zoom vagy Skype, ugye ezt eléggé könnyen lehet telepíteni a számítógépre, tehát például a Zoomot már rátelepítettem, tehát ez eddig egész jól működött. Próba szinten legalábbis. Én részemről természetesen hajlandó lennék használni, igen. Tehát, hogyha mondjuk most műszakilag bonyolultabbá válik a dolog, ugye én nem vagyok igazán szoftvertechnikus, akkor gondolom segítségre lenne szükségem, de úgy, hogyha most úgy egyszerű alkalmazásról van szó, úgy, mint most a Skype-ra, akkor nekem ezzel nem lenne problémám. Jelen helyzetben te hogy érzed szubjektíven, mennyi pozitív és negatív hozadéka van mostani szituációnak? Esetleg akkor kezdjük talán egyszer a pozitív hozadékokkal, kihatásokkal. Szerencsére azért van írásbeli munkám is, tehát ugye én nem csak a tolmácsolással foglalkozom, hanem tehát a szóbeli fordítással, hanem az van írásbeli fordításom is, és ott érdekes módon az elmúlt hetekben azért elég sok munkát, elég sok megbízást kaptam. Minden probléma nélkül otthonról is el tudom végezni. Ha szép az idő, kiülök a teraszra, kiviszem a laptopot, és akkor ott hallgatom a madarakat, és közben ugye írom a fordítást. A másik pozitív hozadéka az egésznek persze meg az, és nem utolsó sorban az, hogy több időt tudok a családommal tölteni. Van egy 7 éves kisfiam, aki most jár első osztályba. Egyrészt ez egy nagyon nagy időben zsonglírozást igényel, mert a feleségem is távmunkában dolgozik otthon, tehát mindig be kell osztanunk az időt, hogy most te dolgozol, akkor most én foglalkozom a gyerekkel, akkor hozzájön otthoni iskolázás, mert azért mégis kapnak házi feladatokat, amiket időben be kell küldeni. De ennek ellenére azért mégis több időt tudok a gyerekkel tölteni. Mindig kérdezi, hogy már megint el kell utaznod, és most megint, tehát voltak hetek régen, amikor 2-3 különféle helyen voltam egy héten. Ez egyrészt nagyon érdekes volt, változatos volt, ez egy kicsit hiányzik egyrészt, másrészt viszont, tehát mint mondtam, a gyerekkel több időt tudok tölteni, többet tudok játszani vele. Most pár online szinkrontolmácsoláson túl vagy, hogy az mennyire nehéz, mennyire bonyolult, mennyire fárasztó, vagy mekkora különbségek vannak a kivitelezésben, tehát sokkal bonyolultabb az online szinkrontolmácsolás, és nagyon nem működik, vagy inkább tényleg a személyes, hogy el kell menni, ott kell lenni, az a normális út, az a járható út. Szerintem mind a kettő járható út kell, hogy legyen. Sokszor a szinkron tolmácsolásoknál is úgy volt, hogy nem élőben láttam, illetve hogy élőben közvetítették ugyan az előadókat, meg ugye az, ami zajlott most a színpadon, de sokszor úgy volt, hogy a tolmácskabinok nem ugyanabban a helyen vannak, nem ugyanabban a térségben vagy helyiségben vannak, hanem mondjuk egy egész másik szobában szinten, ahol ugye föl vannak állítva nagy tolmácskabinok, és mindenki előtt van egy képernyő, és akkor ott a képernyőn keresztül közvetítik persze élőben azt, amit ott mondanak. Tehát ilyen már sokszor volt, ilyen szempontból tulajdonképpen nem is lenne akkora nagy különbség, hogy most ugyanabban a konferencia helyszínen vagyok-e, de most egy másik teremben, vagy hogy most otthon ülök-e, már szinte akkor nincs különbség. A nagy különbség persze az mégis az, hogy a kollégáimmal ugye mindig ketten ülünk a tolmácskabinban, és mindig olyan 20 percet, fél órát dolgozik az egyik, akkor utána váltunk. Ez itt nem tudom, hogyan tudna most működni ilyen esetben, hogyha mindenki máshol van. Ez egy olyan dolog, amit valahogy még ki kellene dolgozni, és amit tisztázni kellene, hogy na most mikor lesz a váltás, mikor lesz a csere, hogyha ketten ülünk a kabinban, akkor egymásra tudunk nézni röviden, és akkor mondom, oké, most te, vagy most én, most nekem innom kell valamit, ki kell mennem, stb. Ugye köhögnöm kell, vedd át, te légy szíves. Ugye ez így most egy ilyen újabb fajta akadály szerintem, igen, ezen a téren. Ahogy ezt így elmondod, szerintem ez lehet, hogy áthidalható. Én is több beszélgetés műsort láttam, és sokan azért pozitív hozadékát látják ebből, hogy van egy helyzet, van egy kényszer, és erre hogyan kell reagálniuk. Hát remélem, hogy nektek is hoz pozitív változásokat az életetekben, és megkönnyíti a jövőben a munkátokat. Én engedem, de elköszönök, mert nekem is van most még munkám, tégedi család vár. Köszönöm szépen, hogy részt vettél a műsorban, és válaszoltál a kérdéseimre, és remélem minél hamarabb visszáll az életünk a rendes kerékvágásba. Jó egészséget kívánok, Áron! Én is nagyon köszönöm az idődet, neked is jó egészséget! Szervusz, szia! Egy kis betekintést kaphattatok, hogy hogyan dolgozott, és hogyan dolgozik jelenleg egy szinkron tolmács. Remélem érdekesnek találtátok ezt az anyagot, ha igen, osszátok meg ismerőseitekkel, ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornámra, de a legfontosabb, vigyázz magadra, másokra és az egészségedre. Sziasztok!